Matolcsy György mai meghallgatása egészen egyszerűen méltatlan a parlament egyébként is rossz színvonalú működéséhez. A jegybank elnöke hozzászólásában gyakorlatilag semmi más nem tett, mint méltatta saját tevékenységét, szerénytelen módon, majd ahogy elmondta a hozzászólását, gyáván megfutott a parlament plenáris üléséről. Példátlan, példátlan, hiszen bár nagy vitát váltott ki, de utalok rá, hogy csak néhány nappal ezelőtt Handó Tünde és Polt Péter végülte a parlament plenáris ülését, válaszolt a felmerült kérdésekre, beleállt a vitába, Matolcsy György pedig egészen egyszerűen negligálta a Magyar Országgyűlést, mikor angolosan távozott. Annál is inkább meg kellett volna hallgatni a vitát, mert Matolcsy György úgy viselkedik és úgy dolgozik, mint az egy magyar nábob rosszul sikerült 21. századi kiadása. Az eredeti regényhőssel ellentétben nem a saját vagyonát költi, az eredeti regényhőssel ellentétben, aki élete alkonyán megvilágosodva jó útra tért, Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank élén 100 milliárd számra herdálja a közvagyont és a közpénzt. Magyar Nemzeti Bank elnökeként súlyos felelősség terheli azért, hogy a forint drasztikusan meggyengült, 2010 óta lényegében tönkrement, és tartósan 300 forint fölötti összeget kell fizetni egyetlen euróért. A Magyar Nemzeti Bank egyik alelnökének tegnapi nyilatkozat alapján pedig tudjuk, hogy ez nem véletlen, a Magyar Nemzeti Bankot egyszerűen nem érdekli a forint sorsa. Azért nem érdekli, mert a gyenge forint az termeli a Magyar Nemzeti Bank nyerességét. Azt a nyerességet, amelyet Matolcsy György, noha közpénz, magyar nábobként kényekedve szerint költ el. Több mint 250 milliárd forintot tolt bele különböző alapítványokba, amelyeknek egyetlen célja van a matolcsizmus oktatása. Ez egészen egyszerűen példátlan, ennek a pénznek máshol sokkal jobb helye is lehetne. Az is elképesztő, hogy gyakorlatilag egy ingatlan kereskedő házként kezd működni lassan a Magyar Nemzeti Bank, olyan mennyiségű drága ingatlant vásárolt fel az elmúlt időszakban. Sőt, nem csak ingatlan kereskedéssel, hanem műkincsvásárlással is foglalkozik, pedig a Magyar Nemzeti Banknak nem ez lenne elsősorban a dolga. A Magyar Nemzeti Bank elnökének és felső vezetésének az lenne elsősorban a dolga, hogy a forintot védjék, ezt a legfontosabb feladatukat nem látják el, saját kettelésükre milliárdokat fordítanak, a saját maguk által alapított alapítványokon keresztül több tízmilliós külön jövedelemre tesznek szert, és ugyanakkor az országgyűlés működését negligálják. Ez példátlan. Matolcsy Györgynek ezért előbb-utóbb felelnie kell.